Fél hétkor jó reggelt kívánok, jönnek az RTL Klub legfrissebb hírei. 50 éve nem volt ilyen hideg szeptember első napjaiban, csak Budapesten már 1200 lakásban bekapcsolták a fűtést. A szakemberek szerint ilyen korán ez még soha nem történt meg. Az elmúlt napokban több helyen hidegrekordok dőltek meg. Aki egyébként volt ma már az utcán, az szerintem tudhatja, hogy milyen csípős az idő. Az előbb egyébként már láthatták, most azonban hallhatják is Weber István meteorológust, aki most itt van velünk a vonalban. Szervusz István, mennyire hideg éjszakán vagyunk túl? Sokfelé az ország szívesen. Amint ezt az imént is mondtuk, Budapesten 1200 távfűtéses lakásban már melegek a radiátorok. A főtávnál azt mondják, ilyen korán még soha nem kérték az emberek a fűtés beindítását. Közben pedig még mindig nem tudni, hogy csökken-e az alapdíj. Úgy tudjuk, ez leghamarabb a hónap közepén derülhet ki. És itt van velünk Balogh Róbert, a Főtáv RT osztályvezetője. Jó reggelt kívánok! Csökkentik-e a távfűdíjat? Hát nem, minden jót, viszont hallásra. Hiába kérte minden lakó, a távhőszolgáltató nem engedélyezte, hogy a lépcsőházakat kikapcsolják a fűtési rendszerből több győri négyemeletes paneltömbben, pedig módosítanák a törvényt. A Fidesz azt kezdeményezi, hogy maximálják az áramárát. Fónagy János ellenzéki politikus azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés tegye vissza az ártörvénybe a villanyt. Harmadik napja kutatnak, és még mindig nem találják azt a 2 éves emődi kislányt, akinek kedden délután veszett nyoma. A rendőrség továbbra sem tartja valószínűnek, hogy a gyereket valaki magával vitte, vagy hogy a szülőknek köze lenne a gyerek eltűnéséhez. A telefonnál pedig itt van Révai Hajdú Viktória. Szervusz Viki, mi történt az éjszaka? Szervusz, jó reggelt kívánok! Társadat a jelentkezésedet. A nyomozás vezetője és a kislány édesanyja is egyébként megszólal nem sokára a Reggeliben. Az anya egyébként azt feltételezi, hogy a gyereket elrabolták mindenről, tehát nagyjából fél óra múlva a Reggeliben. Visszaszállítják a szegedi gabonatermesztési kutatóba a dioxinnal szennyezett guargumit tartalmazó adalékanyagokat és termékeket a boltokból és a pékségekből. Ezeket a cégnek kell megsemmisíteni. A szennyezett lisztből készült termékek nagy részét azonban már eladták. Az RTL Klub hírei következnek. Jó reggelt kívánok! Halálos vonatbaleset történt hajnalban Kőszeg közelében. Ketten meghaltak, amikor egy autó a tilos jelzés ellenére egy vasúti átkelőnél a sinekre hajtott és összeütközött a Szombathelyre tartó gyorsvonattal Kőszeg falvánál. A mozdony maga alá gyűrte az autót. A baleset miatt a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon jelenleg is szünetel a forgalom. Két házból már kiköltöztették az embereket Dunaszekcsőn az élet... Filmkészül Magyarországon a tegnap elhunyt világhírű operaénekes Luciano Pavarotti életéről. A tenor életében meghatározóak voltak a magyar pályatár. Felfedezése után 8 évvel kiállították a Szűz nevű múmiát. A 15 éves lány döbbenetes épségben megmaradt tetemét, két másik gyerek. 4 kis oroszlán született a debreceni állatkertben, a kölykök szombaton éjszaka jöttek a világra, és valamennyien egészségesek. Apás szülés volt. Muki, a 9 éves hím, végig a párja közelében volt. A kis oroszlánokat most önök is láthatják. A hírek végén köszönöm a figyelmüket. Híradó legközelebb délben lesz, majd akkor is várom önöket. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy visszaadjam a szót a legjobb képű reggeli műsorvezetőnek, természetesen Stoll Andrásnak. Kellemes délelőttet, viszontlátásra! 2 ember meghalt, amikor autójuk ma hajnalban egy vonattal ütközött a Kőszeg-Falvi vasúti vonalon. A műszaki mentés mostanra befejeződött, és helyreállt a rend is. Elérte Magyarországot a dunai árhullám. A szakemberek szerint vasárnap le kell zárni. Gyurcsány Ferenc politikai évértékelésével kezdődik ma a Szocialista Párt parlamenti frakciójának. Az M7-es új szakasza alig 100 méterre fut a nagykanizsai Palin városrészben élők kertjétől. Az emberek ezért zajvédő falat szeretnének a házaik és az autópálya közé. Az építető nem zárkózik el, de azt mondja, hogy előbb 3 hónapon keresztül folyamatosan mérik a zajterhelést, és akkor építik meg a falat, ha az a mérések szerint is szükséges. Folyamatosan érkeznek a gyászolók Luciano Pavarotti ravatalához az olaszországi... Az életükkel játszottak a rendkívüli biztonsági intézkedések miatt azok az ausztrál színészek, akik tréfából egy álkonvojjal Hivatalos békeszerződést írhat alá az Egyesült Államok és Észak... Legalább 100-ra emelkedett a Félix hurrikán...
Jelentős esőzésekkel és szélviharokkal vonul. Továbbra sem találják Steve Fossett, milliómos kalandort, aki négy felfedezése után 8 évvel kiállították a Szűz nevű múmiát. A 15 éves lány döbbenet. A hírek végén köszönöm a figyelmüket, híradó legközelebb 19:30 lesz Erős Antóniával és Szellő Istvánnal. Viszontlátásra! Ez az RTL Klub híradójának reggeli kiadása innen a belvárosi stúdiumból. Jó reggelt kívánok! Egy nappal a Békés megyei halálos buszbaleset után súlyos sérülésekkel jelentkezett tegnap egy fiatal asszony a gyulai kórházban gyermekével. A gyerekről kiderült, hogy könnyebbek a sérülések. Előtt azonban arról elismerte, hogy gyorsan hajtott az a sofőr, aki a körös volánjáratát vezette. A 41 éves buszvezető azt mondta a rendőröknek, hogy biztonságosabban tudta volna bevenni a kanyart, ha lassabban halad. A tragédiában 3 meghaltak és 32 megsérültek. Mivel a délalföldi régióban 2 éve nincs légimentő bázis, a baleset helyszínére 3 távolabbi városból küldtek helikoptert. Ha már működött volna a környéken a légimentő bázis, akkor a gép 15 perc alatt odaért volna a sérültekhez. Az út így azonban tovább tartott. Nézzük a részleteket. Vendégünk pedig Túri Péter, a légimentő KHT ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Az világos, ez kiderült az összeállításból is, hogyha meg lett volna ez a légibázis, akkor 15 perc alatt odaérhetett volna az első helikopter. És itt van velünk a vonalban Budai Bernadett, kormányszóvivő. Jó reggelt kívánok! Itt most hallhatta az előbb, hogy szakmai oldalról kétséges, hogy az év végéig el tud indulni ez a légibázis. Önök szerint mikor? Feltehetően abból jött, hogy talán Szegeden gyorsabban lehetne, és aztán a szakma és az adott városok közötti feltételeket vizsgálgatva lett egy 2 hónapos egyeztetés, ami most 2 héttel ezelőtt lezárult Szentesavára. Bernadett, tehát akkor azt mondja, hogy január végére kész lesz a bázis, mikor kezdik építeni? Jó, közgyűlései, illetve a lakosság is egyetért ezzel, ez Szentes esetében megvolt, viszont mostanra születhetett meg, pontosan emiatt ez a döntés. Budai Bernadett, köszönjük szépen, és végül ön elégedett? Eredménytelenül zárult a koalíciós pártok tegnap délutáni egyeztetése a több biztosítós rendszerről. A megbeszélésen a biztosító társaságok képviselői is részt vettek, de... Eljárást indít a rendőrség azok ellen, a Kossuth téri rendbontók ellen, akik még hétfőn este támadtak rá a parlamentből távozó képviselőkre. Az 59 vádemelés rendbontók, 39 pedig rendőrök ellen, előbbiek ügyében 17 ítélet, utóbbiakében pedig még csak egy. Ez az elmúlt év mérlege a tavaly őszi zavargások kapcsán. Az ügyészségen azt mondják, nehezen haladnak a nyomozásokkal, főleg azért, mert mindkét csoport esetében nehéz az azonosítás. Megtalálták a múlt héten kedden eltűnt 2 éves emődi kislány Cumiát. Tegnap reggel a rendőrök a Cumia szomszédos elhagyatott telken volt. Közben pedig hivatalosan is megerősítették, hazugságvizsgálóval is kihallgatják majd a szülőket és a közeli rokonokat. A vonalban pedig Bánhegyi Péter, a Miskolci Rendőrkapitányság életvédelmi alosztály vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogyha ez a Cumi ott volt a közelben a szomszéd kertben, akkor hogy a kutyák eddig nem szagolták ki? Most pedig a lapszemlén következik, először a Magyar Nemzetből tallózunk. A budapesti közalkalmazottak fizetése után újabb pénzek. A Népszavával folytatjuk, a Népszava arról ír, hogy 11 olyan elítélt van ma Magyarországon, akiket a bíróság jogerős ítélete. Ott következik, bocsánatot kért Stuart Dagel, a Törökország Magyarország Európa addigi egyik legjobbját, Gera Zoltánt. És most maradjanak továbbra is velünk, foglalkozunk majd a McLaren csapat botrányával. A McLaren 100 millió dollárra büntették kémkedés miatt, a részletekkel nem sokára Szújó Zoltán jelentkezik. És jön Koltai Lajos, világhírű operatőr, rendező is, akivel a legújabb filmjéről, az Estéről beszélgetünk, hiszen az Egyesült Államok után most majd Magyarországon is meg lehet nézni, előbb azonban jönnek a külpolitikai hírek. A Malina Hedvig elleni eljárásban hibát követett el a szlovák rendőrség és az ügyészség is.